Igazi ünnepi hangulat fogadta a 10-es választókerület lakóit, akik elsétáltak kedd délután a Brenner parki víztoronyhoz. A karácsonyi összejövetel egyik apropója a gyűjtés volt. Elsősorban a kerületben egyedül élő idősekre gondoltak. Aki főz otthon, annak nyilván lisztet, meg olajat, meg ilyesmit adunk, de aki hordatja, vagy viszik neki az ebédet, annak gyümölcsöt, meg édességet, én így képzelem el. A parkban most nem biciklivel, hanem pónihúzta hintóval járhatták körbe a gyerekek a víztornyot. A korábban postaládákba került szórólapoknak köszönhetően többekhez eljutott az esemény híre. Ilyen még az 50 év alatt nem volt, és akkor meghallottam ezt a szép zenét, akkor egyszerre csomagoltam, és jöttem. A készhez kapott szórólapokat kuponra váltva babgulyást, forralt bort és teát fogyaszthattak a környéken élők. A gyerekek szaloncukrot is kaptak. Közben kedélyes hangulatban a körzet ügyeiről is lehetett beszélgetni. Ennek az alkalomnak van egy jótékonysági része, hiszen vártuk az adományokat az itt élő, a körzetben élő idősek számára, akik egyedül élnek és esetleg rászorulhatnak ilyen jellegű segítségre, de nem csak a segítségnyújtás ennek az egész rendezvénynek a célja, hiszen én itt vagyok képviselő, nagyon örülök, hogyha sok ember ide eljön, és tudunk beszélgetni, néhány szót váltani a körzetről, erről a toronyról. A rendezvény másik apropója az volt, hogy felhívják a figyelmet a város egyik jelképére, a víztoronyra, amelynek állapota egyre rosszabb. A jövő céljai között szerepel az építmény felújítása.